Köszöntöm kedves nézőimet, ez a videó most azért készül, mert a GameStar kihívott minket a kőkorszaki fegyver készítő kihívásra. Nevezzük csak inkább simán ősember kihívásnak, jó? Mi egy kicsit más oldalra közelítettük meg ezt az egészet, vagyis nem azt fogjuk bemutatni, hogy mai modern dolgokat hogyan lehet előállítani az ősember technikájával, hanem hogy maga az ősember hogyan is boldogult volna a mai modern technikával. Először is, hogy mutassam be önöknek napjaink legutolsó fennmaradt ősemberét? Hát nem aranyos. Először is nézzük meg, hogy egy ilyen ősember vajon hogyan is boldogulna a mai komoly fotó- és videótechnikával. Láthatjuk, hogy ezt a digitális fényképezőgépet és állványt ősemberünk nagy erőkkel elemzi. 10 perccel később. Hát végül is jó hasznát vette a dolognak, nem? Jó, szerintem inkább kezdjük az alapoknál. Egy digitális fényképezőkép először mindenkinek durva. Nézzük, mit tud tenni akkor, hogyha szerszámokat adunk a kezébe. Nézzük értelmes arckifejezését, miközben azon gondolkodik, hogyan is használhatná fel ezeket az eszközöket. Jó, szerintem inkább veszélyes dolgokat nem kéne kezébe adni, mert meg a végén megöli magát. Inkább nézzük meg, hogy mit tud kezdeni a tervező képességével. Megkapott minden eszközt, hogy egy barlang falán lerajzolja új házának tervrajzát. Hát végül is a hátvakarót is fel kellett valamikor találni az embernek, szóval végül is ez is egy előrelépés. Na mindegy, inkább haladjunk tovább, nézzük meg, mit tud kezdeni a művészetével. Egyébként miért kell mindig a kezembe fognom ezt a papírt, nincs is ráírva semmi. Láthatjuk magányos ősemberünk unalmas életét, minden bizonnyal is várja már a Far Cry új részét. Mi a szar? Komolyan mondom, én már 1,5 éve gitározok és ez már jó, mindegy, hagyjuk, tehát... Inkább nézzük meg azt, hogy mondjuk mit tud alkotni akkor, hogyha csak egyszerű nyersanyagokat adunk a kezébe, amivel kreatívkodnia kell. Ó, igen, igen, nagyon jó halad. Egyébként miért kell mindig oda néznem, nincs is ott tévé. És most láthatjuk igazán, hogy mennyire értelmes lényről van szó. Oké, maradjunk annyiba, hogy ezt még fejlesztenie kell. Mondjuk nézzük meg inkább azt, hogy a mai modern... színezékkel és szénhidráttal dúsított élelmiszerekkel mennyire tud azonosulni? Most láthatjuk, hogy becserkészi a vadat. Tudjuk, még adjuk neki oda teljesen egy kézikönyvet, amiben minden bele van írva az ő túlélésével kapcsolatban, hogy hogyan is fejlődjön ki olyan szintre, ahol éppen mi tartunk. Éppen most próbálja megfejteni a betűk jelentését, hogy megtudja túlélésének titkait. Aha, úgy látom, kezdi érteni. Ó, édes Istenem. Jó, legalább most, hogy meggyújtotta a tüzét, így most bepillantást nyerhetünk egy kicsit az éjszakai életébe. Most épp azt láthatjuk, ahogyan az éjszaka leple alatt némi harapnivaló után néz ősemberünk. Mi a szar az ott egy láb? Mi a... Egy új operatőrt kérnék a helyszínre. Addig is egy kis reklámszünet. Reklám. Ugye milyen gyorsan el is épült a reklám, ez már csak így egy non-profit tévéadó esetében, de jó, inkább hagyjuk az éjszakai jeleneteket. Mondjuk nézzük meg, hogy a mai modern tudományokhoz hogyan is áll ősemberünk. Jó, azért hülyének ne nézzé. Jó van, nem kell ennyire bemérgesedni. Inkább térjünk vissza az élelemszerzésre, mert amilyen beles a mi ősemberünk, minden bizonnyal ez mindenki a legjobban. Oh.
Ha. Hát mondjuk én inkább megenném a finom tonhalat, mint a nyers madarat, de hát ízlése válogatja. Jó, mindegy, inkább vegyük is ki a képletből az élelem megszerzést, csak koncentráljunk az élelem elkészítésére és a modern körülményekben való feltalálásra. Pici lesz! Ó, anyám, legalább az a csirkebuzogánnyal többre megy, mint az a szaros íjjal, amit összetálkolt. Jó, legalább az ősembernek van egy nagyon jó képessége, amit mindig tudott kamatoztatni, mégpedig az, hogy a különböző bogyókat szín és szag alapján meg tudta egymástól különböztetni, hogy melyik volt a mérgező és melyik az ehető, így gyűjtőkételet folyamán mindenféleképpen életben tudott maradni, akár hús nélkül is. És mint ahogy láthatjuk, éppen most döglött meg napjaink utolsó ősembere. Gratulálok, nagyon szép volt, amúgy sem volt jó semmire. És most a reklám után a vízolóvak szaporodásával térünk vissza. Köszönjük szépen a GameStar-nak, hogy gondoltak ránk és kihívtak minket. Nem épp úgy csináltuk meg, ahogy ők, de így láttuk meg benne a kreativitás. Igen, igen, és várjuk Zsozé atyát is, hogy ő is teljesítse a kihívást, kíváncsiak vagyunk, hogy... Hogy ő hogy alakított, ő... és mit talált ki erre a kőkorszaki fegyverszaki kihívást. Ősember challenge. És hogyha még szeretnétek, hogy ilyen jellegű videókat csináljunk, mint ahogy a selfie botos videó is nagyjából ilyen volt, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, kommenteljetek, és iratkozzatok fel, hogy csatlakozatok a csapatba. Sziasztok! Sziasztok!